Mikszáth Kálmán, a Gavallérok. Kezdődik az első kazetta, második oldala. Istenem, Uram, hát nem éppen ezekben a hazugságokban volna most bent a világosság. Mennyit érnének most ezek a hazugságok? Micsoda öröm volna efféle újdonságokat olvasni? Még mindig tartja magát a hír, hogy a pápai követ azt írta a Vatikánba, hogy Rex non habet calceas, a királynak nincs csizmája. Zápolya uramat ez annyira felbőszítette, tudósítónk biztos értesülése szerint, hogy saját költségén két pár kordován csizmát varrattatott ő felségének. Bolond vagy te, apuskám, szólott közbe Endre, nagyot nevetve az öreg zavaros filozofálásán. Az öreg is nevetett, kacagott, hogy a könnyei csurogtak, és az egyik könycsepp, miután végigszaladt volna a szakállán, feketén csöppent le a hófehér mellényére. Az ördög tudja, hogy lehet az. A legkisebbik Szlimócki kisasszony is csodálkozott, és gyöngén meglökte legidősebb nővérét, Idát. Nini, a bácsika Tintát sír. Az udvaron egy garázda csikó futott most keresztül, éppen előttünk, ugyancsak megriasztva a hölgyeket, akik sikoltozva ugrottak félre. Szép, vékony lábú, nyúlánk, nemes fejű állat volt, s a cifra csörgettyűs szíj a nyakán, melyet bizonyosan ma tettek rá először, szokatlan zörejével még csak ijesztgette, merészebb fickándozásra és ugrásokra ösztökélte, menekülni vágyván a szíjtól és csörömpöléstől. Hely, kis csikó, pedig ez még csak előkóstolója, amit majd viselned kell a hámnak. Elnyed, de gyönyörű jószág, kiáltott föl elragadtatva Domoróci. Mennyi idős? Bizony nem tudom, édesöcsém, felelte Csapicki habozva. Ha jól nézem, nem is az enyém, csak úgy ide szabadult valahogy. Hé, fickó, szólt oda dőjfösen egy a tornáchoz támaszkodó kamasznak, ugye nem a miénk ez a kis gebe? De bizony a miénk, bizonykodott a cseléd tótul. Hogy ne volna a miénk? Hát mégis az enyém, hagyta rá a házi úr fáradtan, kissé röstelkedve, hogy rossz gazda hírébe talál keveredni. Hanem engem éppen ezzel kápráztatott meg. Mekkora úr lehet, aki szerint számát nem tudva nem ösmeri a lovait. A tornác legfelső garádicsán a kis Mari kisasszony várta a vendégeket. Csinos feslő bimbó olyan fekete szemekkel, mint a gyíké, kurta rózsaszín szoknyában. Mellette állott a nevelőnő egy lépéssel hátrább, egészen szertartásosan, mint a főhercegi kisasszonyok mögött a palota hölgy. A nevelőnő egy jóképű öreg nénike, Madame Vrana, de úgy kellett kiejteni a Csapicki házban persze a flanc véget, Madame Vrano, igazság szerint azonban csak Pani Vrana volt, egy elszegényedett szepességi tót német rokon, aki, mióta Csapickiné, a Motisícki lány meghalt, a háztartást vitte és nevelte a kis leányt. A kis Mari kedves kis pukedlit csinált. Az öreg Csapicki szeretetteljesen mutatta be azoknak, akik még nem ismerték. Mari leányom, Y-nal, Mary, Miss Mary. Miss Mary kezet csókolt az idősebb dámáknak, aztán irulva-pirulva kezet fogott az urakkal, míg ellenben a bátyának arisztokratikusan odanyújtotta a két ujját. Bonjour, mon frère! Annyi R betűt vegyített hangjába, amennyi csak kifért pici szamóca piros száján. Tessék, tessék, urakok! Kedélyeskedett Csapicki. A vendégek betuszkoltattak a nagy ebédlőbe, hol erre terített asztal várt rájuk, hatalmas virágbokrétákkal díszítve. Méltóztassanak leülni, méltóztassanak, egy kis előebédet kutyafuttában, csak egy-két falatot, mert az ebéd későn lesz lazsányban. Csak akárhova kérem, mintha vendéglőben volnának. Mennyi név, Istenem, mennyi név! S ismét és ismét kettelve nézett végig a letelepedő vendégseregem. Szolgák egész raja lépett be tálakkal valamennyi livrében.
De milyen különböző ruháik voltak. Streamfrish komornyik volt az egyik, Spenceres tigris a másik, Mária Terézia korabeli huszár ruhában a harmadik, régi pandúrjelmezt viselt a negyedik, persze valamennyiükön rosszul árt, mert nem volt rájuk szabva. A gazda összevont szemöldökkel nézett a nevelőnőre, ki az asztal körül szorgoskodott. Madame Vrano, miféle tarka papagájukkal hordatja ön föl az ételeket? Madame Vrano mentegetőzött. Ön szokta mondani, uram, hogy szereti a múltakat, hogy szeret emlékezni amaz órákra, amikor még az apja, nagyapja asztalánál szolgáltak föl a cselédek. Hát igen. Enfin, igaza van, szólt szemmel láthatólag lecsillapodva. Valóban kefteléssel merülök el a múltakba, s e különböző korabeli ruhák, úgy vélem, felette alkalmasok a nemesek asztalaihoz, hogy az ősök ízlését, szokásait mintegy összeköttetésbe hozzák a jelen nemzedékével. Ön mester ezekben, Csapicki, dicsérte meg Szlimóckiné, mi alatt a lornyettin nézegette a cselédeket. Véletlen volt-e, vagy hogy szokása szerint az orrát mozgatta gúnyosan Szlimóckiné, a lornyett lefordult róla, és szerencsétlenül beesett a leveses tányérjába. Bah, milyen ügyetlen vagyok! Semmi az, no bizony, hő, Jean, egy tányért! Csipocsúj esti szomár! Hallod-e te szamár? No mit bámészkodol? Fakad ki, égtelen düvel Csapicki. Hát nem mondtam már, hogy te vagy a Jean? Szegény Janó majd a föld alá süllyedt, dacára a szép streamfrish uniformisának, zavarában, szégyenletében. Az incidens szerencsésen elsimult, az ételek kitűnőek voltak, a borok pedig éppen fölségesek, s a házigazda annyit tudott mondani mindenikről, kinek a pincéjéből való, melyik évből, hogy valóságos gusztus csinált. Ez a király kedvenc vörösbora a vágújhelyi prépostól kapta, utána valami édes bort hoztak. No, ez kontyalávaló, kínálgatta a hölgyeket isteni ajkakra méltó nektár. Ennek a neve szirupéka, az egész világon csak egy hordó van még belőle, s az is nálam van. Hol termett? Isten tudja. Csak az bizonyos, hogy másan nincs most. A története egyéb iránt a következő. 1827-ben a váci püspök borait licitálták, persze a halála után a pincében találtak egy beomlott ágat, egy egész utcát hordókból. Ezek közt volt a szirupéka egy hordóban. Hogy mikor omlott be a pince, semmi annál nincsen róla. De hol is hagytam el? Hát igen, egy kocsmáros megvette potomáron a szirupékát, apám véletlenül rábukkant és megszerezte a családnak. De persze ebből csak akkor iszunk, ha valaki születik, megnősül vagy férjhez megy a csapickiak közül. A vendégek mind töltöttek a szirupékából és élénken kocintgattak. Hagyjatok meg valamit Miss Mary lakodalmára is, kacagott az öreg, de aközben egyre töltögette a szirupékát. Miss Mary pedig haragosan szegezte le kis fejecskéjét, és a kendőjét harabdálta zavarában. Ugyan, papa, papa! Az ételek ez alatt egyre váltakoztak. Újak, meglepők, mindenik egy-egy furfanggal kieszelt szakácsremek, pecsenyék, közbe szörpök, megint pecsenyék, torták, nyalánkságok. Lucullus asztala se lehetett különb. Az asszonyok nem győztek csodálkozni. Ejnye, hát ez mi? Ki csinálta ezt? Ugye a cukrásztól való eperjesről? Nem, nem, felelgette Csapicki szerényen, minden csak afféle Doma Robiensis. Felvidéki nyelven azt jelenti, hogy otthon csinált. Szegények vagyunk, így élünk közönségesen, és végre is azt teszik az ember, amilyen van. Nem szeretem a flancot. Úgyis azt fogják ránk szegény sárosiakra, hogy nagyzolunk. Az ember rá sem mer már gyújtani egy jóra való szivarra. Eközben pedig még egyre váltogatták a tányérokat és hordták az ételeket. A vendégek már lázadozni kezdtek. Ez már sok, még mindig hoznak valamit, Istenem, meddig fog ezt tartani? Itt törekszünk meg, uraim!
Csapicki végre is megszánta őket, és így szólt a szolgákhoz fejedelmi proposzopeával, mintha a kegyelmet adna az összegyűlt sokaságnak. Nos, fickók, legyen hát vége! Senki se próbáljon többé semmi kotyvalékot behozni, mert lelövöm. Hagyjátok kinn a többit! Erre a parancsszóra nesztelenül kotródtak ki a hajdúk, huszárok és lakályok. Az én képzeletembe pedig úgy vésődött be az egész dolog, hogy még talán egy nap, egy éjjel szakadatlanul hordták volna be a legpompásabb ételeket, ha a végtelen fonalat az előzékeny Csapicki el nem metszi. Az üveges ajtóban, mely nyitva volt, hogy a szivarfüst kimenjen, csak hamar megjelent egy izmos nőszemély. Meg lehetett ismerni, hogy ez a szakácsné. Óhó, ez bizonyosan veszekedni jött a nyakán maradt ételekért. Csapicki bosszankodva ugrott föl, megijedve, hogy mit akar a szakácsné. S mint hogy éppen az ajtónál ültem, jól hallottam, amint mondta, bár halkan beszélt. Mit adjak a kocsisoknak enni? Semmit, felelte Csapicki mérgesen. De az nem lehet, azoknak innivaló is kell. Vajon? Dörmögte gunyorosan. Mert higgye meg a nagyságos úr, ha négy gróf hal meg éhen, nincs akkora lárma, mintha egy kocsis jól nem lakik. Ez igaz lehet, szólt elgondolkozva. Adjon nekik lelkem makalálni mindent, amit csak megkívánnak. A jóborok megtették a hatást, az urak ott felejtették magukat. Kivált az átkozott tósztok okozták, egyik is, másik is felköszöntötte a vőlegényt, a menyasszonyt, az örömapát, hát erre aztán felelni kellett, szóból szó lesz, némelyik szó beleágazik egy másik mezőbe, és felszólalásra provokál új szónokot. Szóval most a bacillusok kölykeznek olyan szaporán, mint a tósztok. Az ördög vigye azokat a tósztokat. Uraim, uraim, ne feledjük, hogy útközben vagyunk, és hogy nagy föladat küszöbén állunk. Jó helyen vagyunk. Bolondság, a föladat nem a miénk, csak az Endréé. Beállott az úgynevezett amabilis konfúzió, mindenki beszélt egyszerre. A fiatal emberek odahúzták a székeiket a kisasszonyokhoz, s ott egy csoportot képezve udvaroltak, különösen az egyik Nedecki leányt, a Vilmát dongták most körül, mint a darazsak a virágot, mert az mester volt a társallagásban, csak úgy dőltek belőle a sziporkák. S milyen szabadon, fesztelenül diskurál. Kutya Jukkerasszony lesz belőle, ha főkötőhöz jut. A leányok is pompásan érezték hát magukat, sőt a mamák se unatkozának, mert a jó nevelésű sárosi ifjak az elefántságra is ki vannak képezve. Halljuk Bogozi bácsit, halljuk a malacok szerelmét, halljuk, halljuk. Ne okoskodjatok. Mit, Lazsányban úgyse lehet, mert ott ünnepély lesz, de most itt magunkban vagyunk. Egy lumpoló társaság, melyet nem köt az etikett. Endre kétségbeesve tekintgetett az órájára. Hisz ez borzasztó, elkésünk. Mit gondolnak felülem Lazsányék és Katica? Apuska, szólj kérlek vendégeidnek. Mit szóljak? Hogy menjünk? Az öreg Csapicki a fejét rázta és rámordult megbotránkozva. Az nem lehet. Mit gondolsz? Soha még Csapicki nem mondta a vendégeinek, hogy menjenek. Inkább a nyelvemet vágatnám ki. No, hát akkor majd megmondom én. S ezzel szólásra emelkedett, de a kompánia benne volt már a kötekedésben, tudták, mit akar mondani, hát csupa pajkosságból bedugták a füleiket mind-mind, még a kisasszonyok is. Nevettek, kiabáltak, lezúgták. Apcug, apcug, nem akarjuk hallani, eláll! Endre is nevetett, de hogy viszonozza a tréfát, miután meglátott egy krétát a pohárszéken, odaintette a matykó inast, és fölírta a kék posztó dolmánya hátára csinos gömbölyű betűivel, menjünk, uraim, mert kikapok. Aztán megparancsolta a matykónak, hogy járja körül az asztalt, de úgy, hogy a háta legyen a vendégek felé fordítva, mert ő most plakát, és nem inas. Ezen a szamár ötleten megütközött Pruszkai Steffi és fölfortyant. Nem csoda, mert a 15. pohárnál tart.
Kikérem a sértést, rúgta ki maga alól a széket izgatottan, nekem ne fordítson hátat egy inas. Az ilyen vicceket a zsurnalista úr otthon Budapesten hagyhatta volna. Fölugrott és kifelé rohant. Tízen is elállták az útját. Fogatok, hörögte, rögtön fogatok, eresszetek! Steffi legyen eszet, csillapítgatták. Hát megbolondultál? Ej, ej, cimbus, cimborka, simogatták, cirógatták, hiszen senki se sértett meg. Segédeket ide, segédeket, s ajkszegletei remegtek az indulattól. Vért akarok inni, vért, vért! Bogozi bácsi fölkapott az asztalról egy pohár vörösbort, és ünnepélyes pátosszal mondta, ő tudta, hogy kell pruszkaival beszélni, ha egy kicsit kapatos, Tas vezér unokája, így áll inkább egy kis vörösbort. A sok kéz közül, mely a dühöngő tartotta vállánál, nyakánál, derekánál fogva, egyszerre ösztönszerűleg kinyúlt egy a pohár után, és az éppen a Tas vezér unokájáé volt. Bandi, gyere, kocincs vele! Endre kirestelte a jelenetet, odament, kocintott vele, aztán összeölelkeztek, és vége volt a haragnak, elmúlt, mint a szappan buborék. De azért a mulatság már megromlott. Pruszkai elkezdett érzékenykedni, és vallomásokat tett, hogy ő milyen gonosz, hitvány ember, aki nem érdemli meg az életet, mikor a legkedvesebb barátját megbántja, és kellemetlen berceket szerez neki a legboldogabb napján. Amin ő csak egyet adnak az istenek a közönséges halandónak. Ő neki egyéb iránt kettőt adtak, és a harmadikat keresi, mert éppen most válik a második feleségétől. Szóval Pruszka és Steffi már el volt készülve, őt már csak mint tiszteletbeli málhát szállítják Lazsányba, lehet azonban, hogy a levegő kifújja egy kicsit a mámort a fejéből. A kínos incidens tehát asztalt bontott, s most már a vendégek csak ugyan felkerekedtek, hogy meg se álljanak Lazsányig. Az első kocsin mi indultunk Endrével, a vőlegény érjen oda legelőbb, legutoljára maradt az öreg Csapicki a kismarival, s mikor átkelve a Polyovka patakon, fölkapaszkodtunk a lazsányi dombra, melyet az én szelíd kedvenceim, a nyírfák valóságos mesebeli ezüsterdővé varázsoltak, gyönyörűség volt hátranézni a tömérdek négyes fogatra. A kocsisok egy kicsit pityókosan nem sajnálták az ostort. Szinte röpülni látszottak alanta fogatok egy nagy aranyfelhőben, mert az út fölvert porát a verőfény a maga képére átfestette. Az öregem négyesét nem látom, mondta Endre bosszankodva. Hol lehet? Bizonyosan visszamaradt elrakosgatni egyet mást. Hány órakor lesz az esküvő? Fél egyre kell lennie. De az öreget végre is be kell várni, mert ő az örömapa, Mari húgom pedig az egyik koszorús lány. Lazsány még messze van? Egy jó negyed óra. Nini, már látszik is a templom bádok tornya. Csak hamar ott voltunk Lazsányban. Egy veszekedett nagy kastély látszott félig rom a falu innenső részén. Az ablakok némelyike kitörve, nem csak üveg nincs benne, de ráma se. A nagy park egykori kőkerítése is hézagos, néhol összeomlott, és a kövek szerte széthevernek, csak imit amott épp még, és a mohal benőtt zsinde is van rajta. Ez a Katicáik háza, egy kicsit elhanyagolt állapotban van. Végre is csak a földszint egy részét lakják. Az öreg méltóságos úr, a Katica mostohapja, mint afféle katona, inkább a rombolást szereti, mint a javítást. Ó, ezek a javíthatatlan katonák! Miért méltóságos az ön apósa, ha szabad kérdenem? Őrnagyot nem illeti meg ez a cím. Persze, de ő császári és királyi kamarás is. Ah, az más. Csak később tudtam meg, hogy az őrnagyot Ullariknak hívták valamikor, és a lazsányi neve csak néhány év előtt vette föl a birtok neve után, melyet az epeljesi püspöktől bérelt. Apja sótiszt volt az Erarinumnál, és nem volt nemes ember. De hát akkor hogy lehetett a fia kamarás? Hát azt mondják rendkívüli módon.
Ullarik Pista eperjesi diák korában beállt katonának, és oly tökélyre vitte pár év alatt a huszármesterséget, hogy a főherceget, mostani királyunkat ő tanította lovagolni, mint a legjobb lovasok egyike a legénység közt. A főherceg hálás volt tanítója iránt, és amikor császár lett, kinevezte hadnagynak. Ullarik úr elkerült Bécsből, tudja Isten milyen ezredhez, s lassan-lassan csúszott fölfelé a ranglétrán egész a kapitányságig. Sok tarkabarka évtized lefutott. Öreg kapitány lett az egykori nyalka huszárgyerekből, s a császárból lett öreg király. Soha se találkoztak azután. A királytán el is felejtette mesterét, mikor egyszer csak egy erdélyi hadgyakorlatnál, amint ellovagolt a hadtest előtt, hirtelen szemébe ütődik egy ismerős arca sorból egy sokszor látott tekintet. Megrántja a lova kantárját, és megáll az ámuló-bámuló kapitány előtt. Ön Ullarik? Igen, fölség. A király szeme nyájasan siklik el a kapitány alakján, s lelkét lágyítja a rezegteti sok előbudjanó emlék. Kívánjon ön valamit! Ritkaság. Egy vén tábornok beszélte nekem, hogy az uralkodó egész életében ezzel az esettel együtt is csak kétszer tanúsított kegyet. Kívánjon ön valamit! Ez azt jelenti, hogy mindent kérhet az illető, amit a szeme szíve megkíván, még egy uradalmat is. Ullarik kapitány szédült a boldogságtól. Esze egy pillanatig végignyargalt mindazon dolgok között a nagy mindenségben, melyekre az emberek vágynak és törekszenek, melyeket a hiúság, kabzsiság, okosság kiturkálhat egy korona alól, és mohón, de zavartan dadogta. Kamarás szeretnék lenni, fölség. A király elmosolyodott, mintha mondaná, ön bohó egy fickó Ullarik, s egy szemintéssel búcsút véve odább nyargalt. Mondják, hogy a király, aki természetesen megadta neki a kamarásságot, elengedvén az ősöket, többször fejezte ki csodálkozását még azután is az eset fölött. Pedig olyan természetes. Sárosi születésű ember nem kérhetett mást. Egyéb iránt bocsánat e kitérésért a múltakba, annál is inkább, mert a jelen is elég leírni valót nyújt. Mikor a kapuhoz értünk, egy mozsár dördült el, aztán puk, még egy másik, a hangászok pedig, mert Sárosban szeretik a jó régi magyar szavakat németekkel vagy latinokkal fölcserélni, de a rossz új szavakat fölkapni a sikhez tartozik, ráhúzták a Rákócit. A nagy, széles udvar tele volt már kocsikkal és kocsisokkal, kik különböző livrékben hatalmas tructollakkal lebzseltek, nevetgéltek, az urakat szólták, s pajzánul incselkedének a kerítésen bekandikáló helybeli vászon néppel. A helység híres volt a szép asszonyairól. Mondják, hogy egy évig feküdtek itt egykor a Tököli Imre gránátosai. Alig tudtunk a sok kocsi közt behajtani, az összegyűlt vendégek, divikék, a somhelyi garzók, a bánújfalusi nagyok, a bárók ramliak, a koronkai csatók, a balánszkiak, a létai létásiak, de tudná az ördög elszámlálni mind, kiszaladtak elénkbe a verandára, és nagy éjjelzéssel fogadtak. Az űrnagy maga is elősántikált fényes katonai egyenruhájában, kardosan, csákosan, és mielőtt leszálltunk volna, mennydörgős hangon rákiáltott Endrére. Visszafordulhatsz már, fráter, elkéstél, odaadtuk már a leányt másnak. Endre szinte belé halványodott, még tréfának is rettenetes szavak, de az űrnagyot nyomban elfogta a kacagás, mert egy csöppet se félelmetes alak, csupán borvirágos arcú, pocakos ember, nagy agyagszínű bajusszal, melynek egy része a szakálból van kölcsönvéve. Hol a pokolba késtetek annyi ideig? No, de most már 1-2-3 öltözködjetek hamar, hogy mehessünk. Katica hol van? Azzal már nem beszélsz többé, Bruder, leánykorában. A komolnyik majd megmutatja a szobátokat. Aztán sorba jöttek a többi hintók, mindeniknél kitört a zsibongás, a fogadtatás meleg elevensége.
Az öreg űrnagynak nem sok tekintélye volt, hiába a származás soha se lehet egészen kiheverni, de azért szerették, s hallani lehetett a szobámból, ahol öltözködtem, amint sorba üdvözölték az érkezők vidáman, barátságosan. Jó napot, Königréc apó! Szervusz, öreg Königréc! Hogy vagy, édes Königréc apó? A méltóságos kamarás úrnak ez volt a hotkrémben a neve, vonatkozása a bizonyos hadi sikerekre. Egy jó negyed óra múlva kiöltözködve gyülekeztünk a nagy társalgó szobában. Néhányan magyar díszruhában, mentésen kócsagos forgós kalpagokban. A kordován csizmák vígan csikorogtak, a kardok kevélyen csörögtek, a nőkön a selyemruhák rejtélyesen suhogtak, ám bár a hölgyek nagy része inkább a menyasszony szobájában tartózkodott. A társalgó szobában egyszerűek, majdnem szegényesek voltak a bútorok. Königréc apó mondotta is egy párszor magyarázatul. Katona létemre szeretem az egyszerűséget. Önmagával megelégedve dörzsölgette a kezeit. Teringette, imádom az egyszerűséget, s úgy ragaszkodom e hitvány bútorokhoz, mintha a mánsafton volna. Az asszony persze szeretni kihaigálni, de nem engedem. Teringette, nem engedem. A hatalomnak ez a szertelen mértéke szinte megrészegítette egy percre Königréc apót, s széles, tokás arca fölfúvódott az önérzettől, mint egy spanyol nagyköveté. A falakon híres generálisok arcképei lógtak. Azokról mind sokat tudott beszélni, egy-egy adomát közbeszőve, amelynek azonban a poénjét nem tudta soha kihozni, mert olyan asztmatikus köhögés fogta el a nevetéstől ott, ahol a nevetni való rész következett, hogy abba kellett hagynia. Az egyik asztal tele volt pártecédulákkal, ezek az udvartól küldött halotti jelentések, minden kamarásnak megküldi az udvarmester. A házhoz járatosak már ösmerték az öreg úr gyengéjét, hogy szívesen flancol e partékkal, de az új vendégeket meglepte a sok fekete szegélyes nyomtatvány egymás mellé kiterítve. Miféle halálesetek ezek? Az udvar, felelte Lazsányi közömbösen. Sok ravasz griffet eltanult már a nemességtől. Ah, az udvar? Ó, igen, folytatá elszomorodva, igazán unheimlich minden nap ilyen cédulát kapni, mintha egy síri árny képe lépne be minden nap a szobámba. Szétnézett révedező szemekkel a magas teremben, mintha itt az ő szalonjában libbennének láthatatlanul a fenséges és nagy méltóságú szellemek mindnyájon. Aztán egy parte cédulát vett föl az asztalról a jobb kezével, bár már rajta volt a fehér szarvas bőrkesztyű. Ez a legfrissebb, mondá, a szegény Laris Moenich grófné. Istenem, Istenem, hogy ez is meghalt, s hangja reszketeggé vált, szempillái rezegni kezdtek. Hány éves volt? Nem is tudom. Ah, itt van, meghalt 79 éves korában. Szegény Laris Moenich. Ösmerte Königréc apó? Kérdezte báró Kramli. Nem, fiam, nem ösmertem. Hát akkor miért sajnálkozik? Königréc apó fölpattant, sárga szemei szikrát szúrtak. Miért? Teringette miért? Hát mert érdeklődöm az udvar iránt. Ki érdeklődjék, ha mi kamarások nem? Teringette, ki érdeklődjék? Kramli bárót, ki 15 év előtt jött be Csehországból, egy kis birtokot vásárolva Bertányházán, a partecédulák eszmetársítás útján egy kevés megjegyzésbe csábították be, a sárosi levegőn lassanként ő is hasonló lett a benszülöttekhez. Tavaszra én is egy családi kriptát szándékozom építetni Bertányházán. A köveket már faragják hozzá a zsarnóci kőművesek. A báró 45 éves férfi volt, és nőtlen, családtalan, a kripta talán általános csodálkozást keltett. Szakreblő, mit teszel vele? Kérdé a gunyoros Divéki Vince. Bah, hát ősöket, hozatom Csehországból.
Kramli báróról az volt a köztudat, hogy az apja, mint katonai liferáns kapta a báróságot, később aztán elveszté nagy tőkéjét, s a fiú ide menekült a maradékkal. Finom, alig észrevehető gúnymosoly játszadozott az ajkakon. Vége az első kazetta a második oldalának.